Szépen zöldülnek az őszi vetések Magyar Kanizsa község területén. Ebben az évben egyre több földműves vetett kalászost, abban vízva, hogy talán ezek a növények, mint az idejében, jövőre is szolgálnak majd valamekkora terméssel és persze haszonnal. Emellett sok gazdaságvetés forgójába bekerült a ros, főleg az állattenyésztők választották ezt a gabonát. A rost azt azért is tettem, hogy azt le akarom kaszálni. Már ugye úgy á, március, vagy április dereká, mire kukorica vetéjű, hogy még egy akarok utána kukoricát tenni. Tehát az, le, le, fogom kaszálni, mint szálas takarmának, mert az sincs, ugye? Akkor még, még, még hamarabb lesz. Úgyhogy valahogy szeretnénk átvészelni ezt a kis szegényes esztendőt. Az időjárási tényezők kedvezően hatnak a növényekre. Meleg a talaj és egyenlőre még tartalmaz valamennyi nedvességet is. Ennek köszönhetően pedig a hideg beállt előtt a növény megerősödik, megbokrosodik, mondta a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke. Bata Erzsébet szerint ebben az évben a termelők már az eddig évek tapasztalatai alapján cselekedtek. Késővetettek, így megóva a növényt a betegségektől hogyha túl erősödnek a vetések, akkor már kimerülnek tápanyag ellátást illetőleg, és nem tudják kivárni a tavaszt, betegség jobban fogja őket. Tehát sok mindentől függ a következő terméshozam. Nagyon nagyok a beruházások, itt körülbelül, ahogy számolgatom, 500 euró holdanként az igazi befektetésre, műtrágyát, üzemanyagot, vetőmagot illetőleg. A szakember kiemelte, a magas befektetési költségek miatt a termelők többsége a műtrányás póról, tápanyagpótlás nélkül azonban a növény nehezebben tud megerősödni. Ajánlatos talajmintavételt végeztetni, ami pontosan kimutatja, hogy a földnek milyen tápanyagra van szüksége ahhoz, hogy a haszon növények megfelelően tudjanak fejlődni.